Az imádság, mint út. Mária átkel a hegyeken, megtesz körülbelül 120-140 kilométert, dacol minden veszéllyel, állja a viszontagságokat, a szélsőségeket, legyen akár tűző napsütés, vagy eső, vagy vihar, vagy szél, és közben talán apró változások mennek végbe benne. Kicsit ilyen az imádság is. Mindenféle megpróbáltatásban van részünk, mélységek és magasságok, viszontagságok, és közben talán egy picit fejlődünk. Lépésről lépésre talán közelebb kerülünk Istenhez. Persze néha azt is érezzük, hogy hármat előre lépünk, kettőt viszont vissza, aztán megint egyet előre, és lehet, hogy ugyanott vagyunk, ahol elindultunk. Az imádság ilyen út. A Szentírásból jól ismerjük mindannyian Jézus mondását, én vagyok az út. És azt is, ahogyan az apostolok cselekedetei a keresztény közösséget magát úgy írja le, hogy az út követői. Az imádság útja. Ilyenkor az adventi évben, az egyházi évben, a liturgiában különösen szépen áll előttünk. Érdemes ebbe így belegondolni, hogy milyen utat írunk le adventtel kezdődően, karácsonyi időszak, majd jön egy pici az évközi időből, aztán a nagyböjt, a Szent 40 nap, aztán a húsvéti idő, és így tovább, és újból megérkezünk a következő adventhez. És olyan értelemben is út, hogy az adventben együtt bandukolunk a pásztorokkal, a Szent Családdal Betlehem felé, később a bölcsekkel, lélekben az ő útjukhoz tudunk csatlakozni a jászol felé. Nagyböjtben a kereszt utat imádkozzuk, ez is egy út. És aztán kevésbé ismert, de húsvétkor, a húsvéti időszakban egyre inkább népszerűbb lesz az öröm útja, a keresztúttal párhuzamos 14 stáció, viszont az evangéliumokból, a feltámadás elbeszélésekből egy-egy epizód. Amikor pedig a templomba bejövünk, akkor is tudatosítjuk, hogy egy útról van szó, a Szent Tér az maga is egy út, hiszen az előcsarnok az a megtisztulás útja, a templom hajó az a megvilágosodás útja, ahogyan az Isten igéje, a Szentírás szava megvilágosítja értelmünket, szívünket, lelkünket. És a harmadik része a templomnak, a szentély, az az egyesülés útja. És lényegében minden imádságnak ez a célja, hogy megtisztuljunk, hogy megvilágosodjunk, és hogy Jézussal, az Istennel egyesüljünk. De ilyen az életút is, kinek-kinek a saját élete, gyermekkortól kezdve, felnőtt koron át, egészen öregkorunkig bejárunk egy utat, de nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, hiszen a gyermek másként imádkozik, mint a felnőtt, és a felnőtt is talán másként imádkozik, mint egy idős ember. Az ima útja, talán az egyik legszebb történet ezzel kapcsolatban, Zelma Lagerlöfnek a Gyertyaláng című meséje, ajánlom mindenkinek, egy kis novella a Nobel-díjas írótól, ahogyan a keresztes háborúk időszakában a főhős elindul Jeruzsálemből, mert elhatározza, hogy Jézus sírjától, a Szent Sírtól el akarja vinni a lángot haza Firenzébe. És miközben megteszi ezt a hosszú-hosszú utat, mindenféle kaland és viszontagság, ami az ő része lesz, nagyon szépen leírja, hogy mit is jelent az imádság, mint út. Mária útja bátorítson bennünket is, hogy haladjunk előre, hogy ne álljunk meg,
hogy legyen igényünk a fejlődésre, és hogy soha ne adjuk fel az imádságot.